Fő támogatónk a Nelson Flotta Leasing, ahol a törődés alapfelszereltség. Egészen elképesztő utat járt be a Kia Ceed-del. 2006-2008 környékén volt az első találkozásom az első Ceed-del, és akkor azt mondtam róla, hogy ez egy tisztességesen megcsinált iparos autó. Aztán a következő generációkról egyre jobb véleménnyel voltam én is, és az egész szakma, és azt kezdtük el mondogatni, hogy az átlagot eléri, hasonló karakter, mint a, és így tovább. Egészen addig, amíg olyan fél évvel ezelőtt járt nálunk az új Ceed. És az új Ceednél azt mondtam, hogy ez egy kifejezetten jó autó. És aztán volt Pro Ceed, az kb. Egy éve, aminél azt mondtuk, hogy nem hogy új autó, hanem mekkora bátorság volt. És most itt van az X-Ceed, amely nem hogy jó autó, nem hogy iparos munka, hanem mondjuk azt, hogy vonzó divat cikk. Érted? Kia Ceed, mint vonzó divatcikk, vagy mint szemnek kellemes design termék. Ezt az utat így tudnám jellemezni. Így. Nincs még egy márka, nincs még egy gyártó, aki szűk 10 évben, 12 évben ekkora fejlődést mutatott volna. Ezért nagy dobás, amit a koreaiak tudnak a Ceed-del. Nincs ma még egy olyan erős, kompakt család, mint a Ceed-é. Ötajtós Ceed, Kombi Ceed, Pro Ceed és az X-Ceed. Talán a Ford Focus valami hasonló, és ha már a Ford Focus ideidézem, akkor a Ford Focusnak az aktívját lehetne ideidézni, ami az X-Ceedre hajaz. De mi az X-Ceed? Hát az ötajtós Kia Ceedre épülő, vagy majd a Kolos elmondja, mert egyébként ő járt kint a bemutatóján, ezt majd rábízzuk, hogy mondja el. Mint már mondtam, design termék. Olyan, mintha egy SUV lenne. A legizgalmasabb rész az valójában itt hátul van. Az emelt hasmagasságból a lekerekedő, de betömörödő, izgalmas popsiból, a felhúzott övvonalból, a pici spoilerből, az izgalmas keréktárcsáktól. Szóval valahogy így van a legizgalmasabb nézete, ha még ide benézel, itt meg már egy picit talán halványan túljátszott a dizájn, de még emészthető, és mielőtt elfelejtem, Kovács Miklós nevét idézzük ide. Kovács Miklós, aki a design csapatban meghatározó szereppel bír, óriási gratuláció neki, és óriási büszkeség számomra is, hogy ilyen autókat csinál. Tényleg elképesztően bátor és jó dolog az X-Ceed, már csak azért is, mert hogyha a Focus Activot nézzük, az valójában nem mutat nagyon nagy eltérést az alapfókusz formájától. Itt viszont egy teljesen új formát rajzoltak a Ceednek. De mielőtt elmondom az én véleményemet és benyomásaimat, hívjuk ide Kolost, aki Marseille-ben még a bemutatón ott járt, és elmondja nektek a nagy marketing körítést, mit gondol erről maga a gyártó, és mit hallott meg ebből Kolos. Padaván, legyen kedves! Hát ugye azon kívül, hogy szerintük ez a világ legjobb autója, mert hát miért nem már hát az övék, szerintük a Kia családból, mert ugye abban már van a sima ötajtós, a Kombi, a Pro Ceed, ami a Shooting Brake, és ő, ami már crossover, de nem is csak SUV-nek hívjuk, hanem C-CUV, mert hogy kupés. C-CUV. Tehát C-CUV, igen, C-kötőjel CUV, így írják mögé, mert hogy kupé. Egyszerűsítettük meg én egy kicsit a világon. C-CUV. Csak hogy értsük, mert hogy kupé crossover autó ez, nem simán SUV, és az a tervük, hogy ebből a típusból adják el a legtöbbet. Ő számításaik szerint 93%-ban lefedik ezt a szegmest és ezt a piacot kaszni. Várj, szerint. Ebből a legtöbbet, tehát többet, mint az ötajtósból, meg mint a kombiból? Többet, mint többet az ötajtósból, a kombiból és a Pro Ceedből összesen. Összesen. Ez a terv, összesen. Aha. Tehát, hogy vannak elvárások vele, aha, és akkor ugye még belógattak ilyeneket a sajtótájékoztatón, hogy jön majd mindegyik kap lágy hibrid rendszert, alapmotort, és ő
és a kombi, nem az ötajtós változat, és nem a ProSeed fog kapni plug-in hibrid motort is majd elvileg 2020-tól. Jelenlegi motorpalettánk, tehát még nem ez, amit most itt elhadartam, a lágy hibrid meg a plug-in hibriddel, az 1 literes, 1.4-es és 1.6-os köbcentik, 1 literes benzines, 1.4-es turbós benzines, 1.6-os, amit ismerünk, a legdurvább 204 lóerős turbós benzines motor, és még van egy 1.6-os dízel. A konkrét autónk az 140 lóerő, 242 Nm, és vagy egy 6 fokozatú manuális váltóval konfigurálható össze, vagy egy 7 fokozatú automata váltóval. Továbbá még azt is elmondták a sajtóbemutatón, hogy ezt a konkrét sárga szint, amivel nyomják az autót, kvantum sárgának hívják. Továbbá belül is van egy ilyen csomag variáció verzió, hogy a vászonvarrás is és a belső műanyag elemek is ilyen sárga színűek lehetnek, nekem bejön fiatalos. Szóval 6 millió forinttól fog indulni az autó, és ez a konkrét autó, összekonfiguráljuk, ez a tesztautó, amit támasztok, körülbelül 7,7-8 millió forint lesz ezzel az 1.4-es motorral, ezzel a szép sárga belső felszereltséggel és az automata váltóval. Szóval Kolos elmondott mindent, akkor jöjjenek az én személyes benyomásaim. Hát egyrésztről erre az autóra tényleg jó ránézni, és izgalmas ott belül az a sárgával varrott ülés, vagy ezek a díszítések. Ez egy jó koncepció. Jól néz ki elől is, ezek a lámpák még mindig dögösek, a hátulja is izgalmas, de milyen vezetni. Az 1.4-es benzines turbomotor tökéletesen elég mindenre. A Kolos azt mondta, hogy ebből az autóból akarják a legtöbbet eladni a Seed generációból, nem fogják, egész biztos vagyok benne, nem fogják. Azért nem fogják ebből a legtöbbet eladni, mert valójában nem jobb autó, mint az összes többi Seed, hanem egy másik autó. Sőt, hozzá szeretném azt tenni, hogy emlékeimből visszaidézve, ez egy kicsit rosszabbul rugózik, ez ráz, és elolvastam direkt a Winkler tesztjét. Kolossal voltak kint, és a Winkler is ugyanezt hozta elő, hogy ez az autó egy picit ráz, és ebben egyetértek. Valószínűleg az emelt hasmagasság okán lehet, hogy kicsit feszesebbek a gátlók, nem akkora komfort élmény van benne, ezek nem rossz dolgok, csak úgy összehasonlítással a mondjuk az ötajtósra vagy a kombira. Szóval nem ebből fogják a legtöbbet eladni, de remélhetőleg sokat fognak eladni belőle, mert jól néz ki. A szerkezet és az alapok pedig stabilak, az 1.4 140 lóerős turbomotor egész jó, nálam ilyen 7,5 liter környékén fogyasztott, a 7-es dupla kuplungos pedig teszi a dolgát. Valójában egy tucat termék, különleges dizájnnal. Ez benne az izgalmas. Ahol a buli kezdődik, az maga az ülés, a sárgával vart mésegy szerkezetű betétek, vagy ezek a sárga műszerfal betétek egészen megváltoztatják az autó karakterét, feldobják, izgalmasabbá teszik, és ugye ez a dizájn, amiről beszéltünk, ezek nem nagy csodák, ezekre nem kell sokat költeni, mégis mennyire megváltoztatják az alap karakterét egy autónak. És a második, és egy nagyon fontos részlet, ami most már az új generációs Kiákba meg fog szépen érkezni, ez az első, amit látok. Hát ez gyönyörű, két hatalmas display, és nem attól gyönyörű, mert kiáll a tablet, én ezt már egyébként elengedtem, hanem hogy megnőtt a mérete, 10-25, ha jól emlékszem, és előttem is digitális műszerfal van méghozzá, egy jól olvasható, szép grafikájú, szépen gyorsan funkciót váltó, jó dolog ez. Szóval megérkezett a modernitás érzete is, és dizájnos is, és modern is, és kívülről is jól néz ki. Na ez az a jó kis kombó, amiért egy lehet felárat kérni, valami 700 ezer a felára talán a sima Seedhez képest, és ez az, amiért azt mondja az ember, hogy na igen, hát akkor ezért adtam ki a pénzt, ez így jó. A Kia X-Seed, bár magasabb a hasmagasságát tekintve, mint egy normális Seed, valójában nem SUV, C-cup, akármit is jelentsen ez.
A vezetés tekintetében pontosan ugyanolyan, mint bármelyik személyautó. Nyilván nem is nagyon vinném ki jó szívvel olyan helyre, ahol bármilyen szintű terepezési képességre szükség van. Ez az autó nem erről szól, ez egy design autó. Ezt kell megszokni benne. Az 1.4-es 140-es turbós benzinmotor tökéletesen jó választás, a 7-es dupla kuplungos váltót pedig már ismertük. Ebben is Korea teljes mértékben felnőtt. Ami előttünk van modern, ami mögöttünk és körülöttünk van jól néz ki, ezek a betétek pedig még feldobják a mindennapi hangulatot is, úgyhogy egy nagy dicséret illeti ezt az autót, még akkor is, hogyha kicsit túl gondolja szerintem a Kia jelentőségét, nem ebből fogják a legtöbbet eladni, de az biztos, hogy üde színfoltja lesz a Kia palettának, sőt, remélhetőleg majd a városképnek is. A Kia Exeedről röviden ennyit, ha tetszett ez az epizód, kérlek szépen dobj egy lájkot, iratkozz fel, nyomd meg a csengettyűt, ezáltal meg fogod kapni az értesítéseket arról, hogyha egy új mozit teszünk föl. Ha pedig tetszett, amit láttál, kövess be Instán és Facebookon is. A Sámán most búcsúzik, Gilbertóval az oldalán, Kolos Padáván pedig valahol ott a távolban fázik. De ennek ez a módja. Szevasztok! Aloha!